Sziasztok, ez a Svenk, a Rádió Q 99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Én Böjte Ági vagyok, ezúttal felvételről. Vendégem pedig Várnagy Tibor, képzőművész és a Liget Galéria vezetője. Szia Tibor! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat! Ma fogunk beszélgetni többek közt természetesen a Liget Galériáról, de mondjuk a legfrissebb élmény, vagy legalábbis ami engem nagyon izgat, hogy Új Zsuzsival voltatok Londonban, hiszen Új Zsuzsi képét kiállították a Tate Modernben, ami hát azt gondolom, hogy eleve fantasztikus dolog, és hogy hogyan került ő oda, vagy miért választották az ő képét. Várjál, Ági, szerintem, ha megengeded, akkor kezdjük távolabbról a dolgot, mert én nem tudom, jó lenne, hogyha láthatnánk a hallgatókat, de azt feltételezem, hogy nem a szakma hallgat. Következésképpen se az Új Zsuzsit, se engem, se a Liget Galériát nem kell ismerni a hallgatónak. Új Zsuzsit azért ismerik a Svenk hallgatói, mert már beszélgettem vele nyáron, de persze viccelek, mert nyilván nem mindenki hallgatja, aki akkor esetleg hallotta, de... Jó, én arra gondoltam, hogy, tehát, hogy mi most a művészetről fogunk beszélni, és a kortárs művészetről fogunk beszélni, és akkor talán lehet, hogy érdemesebb lenne azzal kezdeni, hogy egy kicsit beszéljünk az intézményrendszerről, meg egyáltalán a művészetről, meg a kortárs művészetről, és akkor már egy idő után talán akkor így el lehet ebben helyezni a Ligetet, meg az Új Zsuzsit, meg bármit. Jó, hajlandó vagyok átszerkeszteni. Tehát, hogy vannak ilyen közkeletű félreértések. Az egyik talán az, hogy ez az egész művészet, ez most ugye... Mindenki azt gondolja, ez egy szubjektív dolog, teljesen relatív, hogy én nekem ki tetszik, ki nem tetszik, vagy mi tetszik, mi nem tetszik, és ez igaz. Tehát ez a laikus közönség részéről teljesen jogos, ugyanis te, vagy bármely hallgató, aki kezébe vesz egy könyvet, elmegy egy moziba, vagy zenét hallgat, szíve joga eldönteni, hogy neki ez tetszik, az nem tetszik, és persze ez azért van, mert valamennyien különbözőek vagyunk, különböző életkorúak, különböző neműek, itt születtünk, ott születtünk, ilyen tapasztalataink vannak, olyan élményeink, és az egyes műalkotások azok mindig erre appellálnak. Tehát nem kell, hogy mindenkinek minden művész, vagy minden mű tetszen, az az egyetlen egy fontos, hogy megtalálja azt, ami szálakat mozgat meg benne, amik olyan problémákkal foglalkoznak, ami az illető számára is probléma, és akkor valószínűleg az érdekelni fogja. És akkor itt jön a komolyabb rész, amit szintén nem szoktunk erről beszélni, pedig kellene, hogy művészettel foglalkozni, ez mindig tanulás. Hál' Istennek nem abban a rosszabb értelemben, ami az iskolai kötelező olvasmány, tehát hogy valami olyasmivel kell foglalkoznom, ami nem érdekel, ami feladat, hanem itt pont arról van szó, kicsit olyan, mint amikor az ember szerelmes lesz, és akkor, amikor szerelmes lesz, akkor is a párját meg kell tanulnia, tehát a művészethez való közeledés is egy ilyen tanulási folyamat, amikor az, ami nekem rokonszenvesnek tűnik, ez egy jó alap, és akkor erre valószínűleg rá kell tanulnom, hogy igazán értsem, hogy ott miről van szó. Most a dolog másik oldala, hogy a művészet, és ez is egy közkeletű félreértés, az mégsem egy szubjektív dolog. Tehát nem arról van szó, hogy a művészeti intézményrendszer, ugye az nem mondhatja azt, hogy bennünket ez a művész érdekel, és tehát a művészeti intézményrendszernek tulajdonképpen mindent le kell fednie, akkor végzi jól a dolgát, hogyha időben föl tudja fedezni a Van Goghot, vagy a Csontvárit. Ugye ezek közismert történetek, hogy a Van Gogh szegény úgy halt meg, hogy egy teljesen ismeretlen művész volt, vagy mondjuk a Csontvárinak majdnem eladták a képeit, és hogyha ez a bizonyos Gerlóci nevezetű fiatalember nem vásárolja föl a műteremből a Csontvári vásznait, akkor ezeket eladják Kocsiponyvának, és akkor ma nincs Csontvári. Tehát a szakma az nem. Tehát a szakma nem lehet szubjektív, és igen, mérhető a művészet. Tehát most a szakmai oldalról nézve azt kell, hogy mondjam, hogy mérhető és mérhetővé van téve a művészet. Ugye ennek egyik
része az az, hogy létezik műkereskedelem, ahol pénzeket fizetnek minden műért, ezért ennyit, ezért annyit, és akkor ebből összeáll egy rangsor. A másik, amiről egyébként a Pernecki Géza írt még a 80-as évek elején, hogy ugye Nyugat-Európában a 60-as, 70-es évek fordulójától létrejött egy pontozásos szisztéma, amelyik ugye annak alapján rangsorolja a művészeket és a műveket, hogy ugye vegyünk X művészt, hány kiállítása volt az idén, mennyi volt tavaly, ezek milyen kiállítások voltak, egyéniek, csoportos kiállítások, milyen kiállítótermekbe, tehát azoknak a kiállítótermeknek mondjuk mi a rangjuk, akkor írtak-e erről a kiállításról, milyen lapok, milyen rangú lapok, azok milyen terjedelemben foglalkoztak ezzel a művésszel, reprodukálták-e a műveit, és akkor ezekből a sok-sok apró szempontból létrejön egy pontrendszer, ami, és ez a meghökkentő, 90%-ban egy ugyanolyan listát hoz létre, mint a műkereskedelem. Tehát, hogy a kettő között nincs nagyon eltérés, és ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy akkor a művészet mégsem szubjektív, hanem nagyon is mérhető ez a cucc. Na most akkor még egy kis türelmet kérek, mert akkor mondanám az intézményrendszert is, hogy ez hogy működik, és hogy ebben hol van a Liget, meg az Új Zsuzsi, meg a Tét Modern, ahol ugye az Új Zsuzsi most megjelent. Azt kell, hogy mondjam tehát hallgatóknak, hogy képzeljenek maguk elé mondjuk egy csövet, vagy egy piramist. Mindegy, hogy melyik, de hogyha csövet képzelnek el, akkor ugye most is születnek műalkotások, és ezek bejönnek a cső egyik végén, és akkor elkezdődik egy feldolgozás. És akkor a cső végén kijön az a művész, akiről a szakma azt gondolja, hogy na, ez korszakos volt, mondjuk a 2000-es években, vagy a 80-as években, vagy a 90-es években, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz ugye végig kell menni ezen a folyamaton, hogy kiállításai vannak, írnak róla, elemzik, és akkor kialakul a végére egy szakmai konszenzus, ami után az illető mondjuk bekerülhet, nem tudom, akár a tankönyvekbe. Na most ennek a folyamatnak az elején, és akkor visszautalok a piramis hasonlatra, ott vannak az olyan kis galériák, mint a Liget Galéria, vagy a Fiatal Képzőművészek Stúdiója, meg számos ilyen apróbb galéria, és a tetején, a piramis tetején pedig ott vannak a kortárs művészeti múzeumok, mint a Műcsarnoktól kezdve Ludwig Múzeum, vagy hogyha egy ilyen nemzetközi kitekintésből nézzük, akkor a Tét Modern. Na most miért nagy szó, hogy az Új Zsuzsi a Tét Modernbe került? Hát azért, mert a Tét Modern, ami ugye Londonban van, ez a világ leglátogatottabb kortárs művészeti múzeuma, tehát oda bekerülni az egyenlő, vagy nagyon hasonló truváj, mint nem tudom én, olimpián szerepelni, vagy ott dobogóra kerülni, tehát ez egy nagyon nagy szó. Magyar művész a Tét Modernbe, én úgy tudom, hogy a Maurer Dóra szerepelt ott, vagy volt műve, vagy talán a gyűjteményben van műve, ezt most nem tudom pontosan, de ez egy elég ritka. Tehát Kelet-Európából, vagy főleg Magyarországról nagyon kevés művész kerül be. Noha a nyugati világ érdeklődése az kinyílt, tehát most már azért nincs az a zártság, mint ami volt mondjuk a 80-as, vagy különösen 60-as, 70-es években. Bocs, ha hosszú volt. Nem, abszolút. Szerintem remek, hogy ezt erre rávilágítottál. Egy csomó minden jutott közben eszembe, például az is, hogy elmondtad ezt a szempontrendszert, hogy hogyan ez, hogy mondjam, tudományos alapja van, vagy akár számmal mérhető része is van ennek, de azért nyilván egy Tét Modern, vagy egy Liget Galéria más szempontok alapján válogat azért. Tehát azt azért, hogy a Liget Galériát te vezeted, ez nyilván nem helyettesíthető mással, vagy nem lehet azt mondani, hogy persze, hát ez az intézményrendszernek a két szélső pontja. Tehát a Liget Galéria és a hozzá hasonló galériák azok arra valók, hogy azt mutassák be, ami most épp
ezekben a hetekben, hónapokban a műteremben megszületik, és a, ennél fogva a Liget Galéria közönsége az tulajdonképpen szakmai, sőt, még azt is mondhatnám, hogy a szakmának is egy szűkebb része, tehát a Liget Galéria mint a méreténél, a helyzeténél és a történeténél fogva, tehát nem mindennel foglalkozik, tehát mondjuk, ha már szóba került, ugye a mai Csontvárinak a műveit mi azért nem tudnánk bemutatni, mert egyszerűen mi galériánk az 5x6 négyzetméter, tehát akkor a festmények kisebb férnének. Az intézmények között létezik egy munkamegosztás, tehát hogy melyik foglalkozik festészettel, melyik milyen műfajjal foglalkozik, ami, hát hogy mondjam, kialakult az évek, évtizedek során. Tehát a Liget Galéria az ugye 83-ban jött létre, most amikor 83-ban mi megjelentünk ebben az intézményi munkamegosztásban, akkor természetesen nem kezdhettünk el foglalkozni olyan dolgokkal, amikkel mások már foglalkoztak. És eleve egy történeti pillanatban léptünk be, tehát nekünk akkor azzal kellett foglalkozni, amivel más nem foglalkozott, és akkor mondjuk a mi esetünkben ez volt a fotó, a videó, a performance, a nem tudom mi, és akkor ez így elkezdett alakulni, hogy akkor mi lesz a Liget Galériának a profilja, milyen művészeti ágak, milyen művészekkel fogunk mi foglalkozni. Most az intézményrendszer másik vége, az meg ugye a múzeumnagyságú intézmények, ahol már azok a művészek jelennek meg, amik végigmentek ezen az intézményrendszeren, tehát akiket többé-kevésbé földolgozott ez az intézményrendszer, mert kiállításaik voltak, cikkek jelentek meg róluk, értelmezték őket, besorolták őket ilyen-olyan irányzatba, és akkor ez egy hosszabb folyamat, tehát ez 5-10-15 év, amíg egy művész ugye halad a pályáján, és felfedezi a szakma, és bekerül egy kortárs művészeti múzeum gyűjteményébe, vagy kiállítására, ami rangot ad neki, és hogy mondjam, a múzeum dolga az, hogy ezeket a műveket kommunikálja a legszélesebb közönség felé, tehát ott már a laikus közönségről is szó van, hogy ő neki megpróbáljuk megmutatni, és ezt a tanulási folyamatot, amiről az előbb beszéltem, hogy a művészet, ha valami engem érdekel a művészetből, akkor persze sok mindennek utána kell néznem, segítsék ezek a múzeumok, ezeknek a múzeumoknak a dolga, hogy a médiákkal kommunikáljanak, tehát csak azt akarom mondani, hogy ez a legszélesebb nyilvánosság. Egy kis galéria az nem, tehát egy kis galéria az egy lokálisabb történet, és inkább szakmai ilyen értelemben. Noha nyitott természetesen, tehát bárki bejöhet, és be is szoktak jönni, ami az én szívemhez nagyon közel áll. Tehát annál szebb nincs, mint amikor a környékbeli gimnáziumokból bejönnek fiatal emberek, vagy nem tudom én, anyukák bejönnek azért, mert hozzák a Városligetbe a srácokat, és akkor a srácok benéznek az ajtón, látják, hogy színes, forog, mozog, és akkor behozzák az anyukájukat, és melyik anyuka mondana nemet egy ilyen helyzetbe. Nekem nagyon tetszik ez a művészet és szerelem hasonlata, mert én is kicsit azt gondolom, hogy talán a művészettel való ismerkedésben is az történik valóban, mint egy kapcsolatban, hogy kicsit elkezdjük a másikat jobban megismerni, ezáltal toleranciát tanulunk, meg csomó mindent, meg a másik elfogadását, hogy létezik olyan, ami nekem talán idegen, de mégiscsak el tudom fogadni, és hát önismeretet is gyakorol ezáltal az ember, vagy mindig magához is kicsit közelebb kerül. Úgyhogy ez nekem most nagyon megtetszett, ez a hasonlat. Viszont azért a 30 éve működik ugye a Liget Galéria te vezetéseddel, azért ez rengeteg sok idő. Mondhatjuk úgy is, hogy a történelem úgy tűnik téged igazol. Most már ezt így lehet mondani, azért 30 év távlata az elég nagy idő, hogy sokan indultak a Liget Galériából, akik ma már
akár a Tét Modernben állítanak ki, hiszen Új Zsuzsi is nálad indult. Igen, ez egy hosszú távfutás valóban, tehát mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megélhettük azt, hogy ilyen siker létrejöhetett, mint például az Új Zsuzsi, de hát nem csak ő, tehát tényleg arról szól a történet, hogy ugye azok a művészek, akik a 80-as években, mint fiatal művészek, vagy hogy mondjam, még, tehát bizony pályájuk elején, vagy első felében közepén tartó művészek, akik kvázi ismeretlenek voltak, ők ma már, hogy mondjam, tehát itt is van egy ilyen mérhetőség, hogyha most fölütöd a Wikipédián, hogy kikaptak Munkácsi díjat, akkor kialakul egy ilyen vicces dolog, hogy akik a Liget Galéria kiállítói voltak, azok a 90-es évek eleje óta nem telt el év, hogy ne kapott volna valamelyikük Munkácsi díjat, és akkor a 90-es évek végétől kezdve már évente ketten, hárman, vagy hogyha nézed azoknak a művészeknek az életrajzaik, akik most szerepelnek a Ludwig Múzeumban, a Műcsarnokban, vagy tehát nagyobb, reprezentatívabb kiállításokon, akkor az ő életrajzaikban megtalálod, hogy kiállítottak a Liget Galériába, és akkor, hát persze, hát mi büszkék vagyunk, mert ez azt igazolja, hogy körülbelül jól válogattunk, tehát hogy olyan dolgokat mutattunk be, olyan művészeket, amikről az idő bebizonyította, hogy őnekik súlyuk van, jó dolgokat csináltak. És mi kellett ehhez? Te ezt már megfejtetted magadban? Hogy talán az, hogy te magad is képzőművész vagy, ez számít valamit a válogatásnál? Vagy egyáltalán hogyan találsz újakat? Hogy már van, akit ajánlanak, vagy van, aki jön hozzád? Vagy... Hát ez számomra is egy tanulási folyamat volt. Tehát akkor, amikor én elkezdtem a galériát csinálni, akkor ez először is egy óriási szerencse volt. Tudnilik nem volt ilyen képzés, tehát nem kezdődhetett volna úgy az én pályám, hogy elmegyek egy megfelelő szakiskolába, és ott megtanulom a galériázást, akkor ilyen még nem volt. Én nagyon szerettem a művészetet, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy hát kiskamasz korom óta érdekelt és tulajdonképpen lehet, hogy azt kellene mondanom, hogy a kortárs kultúra érdekelt, tehát érdekelt a mindenekelőtt a Beatles és a Rolling Stones, aztán ugye az Antonioni, tehát a filmművészet, a Vajda, a Tarkovsky, a nem tudom, és akkor a nem tudom, Pink Floyd, vagy a lemezborítókon már ott azért voltak képek, meg egyáltalán a Pop Art, meg Ginsberg, tehát ott nagyon sok minden kapcsolódott az én kamaszkoromba, ami mind ezt erősítette, hogy tehát ami engem, tehát ami kialakította bennem azt az érdeklődést. És akkor ez egy szerencsés pillanat volt, hogy a Liget Galéria az ugye egy pici helység a Városliget sarkán. Ez eredetileg én úgy tudom Pékség volt, és ezt megkapta a Zuglói Művelődési Ház, mint egy helységet. Tudnilik abban a pillanatban még nem volt Zuglói Művelődési Ház, tehát nem volt egy épülete, hanem sok-sok kis helyszínen, a kerületben dolgozott ez a művelődési ház, és ebben a bizonyos üzlethelyiségben, ami eredetileg Pékség volt, éppen akkor a zuglói amatőrfilmesek dolgoztak. Na most ővelük nagyon sok probléma volt, és akkor az én igazgatónőm azt gondolta, hogy őket átteszi egy másik helyre, tudni, zajosak voltak, meg, tehát a lakókkal voltak konfliktusaik. És akkor mit csináljunk ebben a kis helyiségben? Akkor csináljunk egy galériát, az nem zajos. És akkor így kerültem oda én, és kezdtem ezt csinálni, és akkor kezdődött számomra is ez a bizonyos tanulási folyamat. Tehát először is rá kellett jönni ugye arra, amit az előbb mondtam, hogy hát nekem voltak kedvenc művészeim, persze, de hát nem mindenki tudtam én oda elhívni, mert voltak olyanok köztük, akik, hogy mondjam, máshol is kaptak lehetőséget, és akkor, ja. És akkor így szépen lassan megtanultam, hogy mi, ami,
tehát hogy mik a mi lehetőségeink, kik azok a művészek, mik azok az irányzatok, amikkel mi dolgozhatunk, vagy elkezdhetünk dolgozni, és aztán ez mindig változott, tehát ez nem... Tehát ez is nagyon fontos az egészben, hogy a művészet az folyamatos változásban van. Tehát, hogy megjelennek bizonyos dolgok, mint mondjuk amikor mi kezdtük, akkor a performance, mint egy műfaj, az rendkívül fontos volt, egy új dolog volt. Nagyon sokan dolgoztak ezzel, és aztán ez lecsengett valamikor, és jöttek helyette más dolgok, hát számítógépről, internetről akkor még szó se volt, most meg már nagyon, nagyon is vastagon. Tehát, hogy minden változik, és igen. És a nemzetközi vonal, az hogyan jött a képbe? Mert azért te sok olyan, mondjuk környező országokból olyan művészeket hoztál ide, akiket máshol egyáltalán nem lehetett látni. Bátorság kellett ehhez akkor? Vagy valahogy csak innen nézve tűnik, hogy mondjam, nem tudom, tehát nyilván visszatekintve hát igen, én ezt hősiességnek látom, vagy bátorságnak, vagy nem tudom, hogy így kisebb szót használjak. Hát lehet csinálni ezeket a partizán legendákat, de én ennek nem vagyok híve. Tehát ott az történt, hogy a Magyarország kulturálisan nagyon elszigetelt volt az 50-es, 60-as, 70-es években, és ez fokozatosan oldódott, és nem mi találtuk ki ezt az egészet, hanem egy folyamatba kapcsolódtunk be egy adott pillanatba. Ez a folyamat akkor ott tartott, hogy külföldi kiállítókat nem lehetett hivatalosan meghívni akkoriban Magyarországra, csak úgy, hogyha az ember a minisztériummal ezt egyeztette, és a minisztérium ezt jóvá hagyta, és így tovább, és így tovább, de mindig voltak kiskapuk. És azok a kiskapuk, amiken mi kibe járkáltunk a 80-as években, azok körülbelül akkor is nyíltak ki. Tehát, mi a külföldi kiállításainkat ugye úgy rendeztük, hogy azt mondtuk, úgy adminisztráltuk ezeket, hogy ezek a mi gyűjteményeink, amiről szó se volt, tehát mondjuk meghívtuk lengyel vagy sem művészeket, akik eljöttek, bemutatták a műveiket a Liget galériába, de ez úgy volt leadminisztrálva, hogy a Halas István vagy a Várnagy Tibornak a gyűjteménye. De, ja, és ez úgy lehetséges volt ezen járni. Na most, hogy miért kezdett el ez bennünket érdekelni? Hát pont azért, mert éreztük azt, hogy hát először is volt a Magyarországon talán kevésbé, de a szomszédos országokban azért még vastagabban ez a hivatalos meg a nem hivatalos művészet. Na most a Liget Galéria, amikor elkezdődött, akkor azért hozzánk inkább a nem hivatalos művészek kerültek, meg hát akkor volt az új hullám, ugye, ami szintén a nem hivatalos művészet, tehát egy ilyen szubkulturális valami volt, és... De ez teljesen normális, mert hát a pályája elején általában mindenki szubkulturális és kezdő és ismeretlen, és hát mi persze, hogy velük kezdtünk el dolgozni. És akkor rá lehetett jönni, hogy hát ilyen valószínűleg nem csak Budapesten van, hanem hogyha Budapesten van, akkor ilyennek kell lenni Varsóba, Prágába, Bécsbe, többé-kevésbé mindenütt vannak fiatalok, és hát ami meg a vasfüggöny mögötti országokat illeti, hát mindenütt voltak hivatalos, meg nem hivatalos művészek. És bennünket ez elkezdett érdekelni, és hát szerencsénk volt, mert nagyon hamar meg lehetett találni azokat a kapcsolatokat, amikor egyrészt elhívni tudtunk, és Pesten bemutatni cseh, lengyel, osztrák, német, dán, stb. Művészeket, másrészt mi is vinni tudtunk külföldre magyar művészeket a hasonló intézményekben, mint amilyenek mi voltunk. Elmondom, hogy lehet elérni a galériát, mert ugye aki esetleg közben csatlakozik az adásba, az nem tudhatja, hogy Várnagy Tiborral beszélgetek, és a Liget Galériáról, és a Liget Galéria honlapja pedig ligetgaleria.c3.hu. Ott lehet nagyon sok mindent megtalálni. Kicsit beszéljünk a honlapról, mert számomra nagyon izgalmas, hogy manapság van ez a... Hát
most ez a divat, hogy így az a trendi, hogy ilyen minimál honlapokat csinálnak emberek, amikről gyakorlatilag, hát így nem tudom, egy kötőjel három információt lehet megtudni, és úgy nagyjából ennyi. És hát a Liget Galéria honlapja, illetve hát nem is csak egy honlapnak nevezném, mert gyakorlatilag egy univerzum nyílik ki, hogyha az hát ember a így, univerzum nem is egy archívum, igen. Az ember így kicsit beljebb hatol, szóval, hogy rengeteg, hát ugye a Café Ligetet, hogyha megnyitja az ember, akkor ott még azon belül léphet számtalan helyre, régebbi kiállítások megtalálhatók, és hát azt is azt hiszem, hogy te kezdted el, hogy videó, hát hogy a megnyitókról mindig készítesz videót, uh-huh. és azt felteszed a honlapra. Meg hát nem csak azt, hanem most ugye például a londoni utatokat is megörökítetted a Új Zsuzsival, hogy ez írtózatos munka, nem? Te folyton ezt csinálod? Hát persze, hogy folyton ezt csinálom, de nem írtózatos munka, nem? Tehát, mert hogy szeretem, és amit uh-huh. az ember szeret, azt vidáman és nevetve és örömmel csinálja. Tehát ez egy hatalmas élvezet, hogy én ezt csinálhatom, mert igen. De ez is olyan, hogy tulajdonképpen alakult? Tehát amikor elkezdted a honlapot, akkor volt a fejedben egy ilyen koncepció, hogy majd ennyire szerteágazó lesz, és ennyire, nem tudom, minden rákerül? Az borzasztóan pedig... egyszerű volt, mert a... Tehát amikor az internet bejött az életünkbe, akkor előtte már volt számítógépünk, és a számítógépünk, az én számítógépemen természetesen rengeteg adat volt, ami a galériával kapcsolatban volt, tehát egyrészt a kiállítások listája, akkor ilyen szöveg, olyan megnyitó szöveg, mindenféle dokumentumok, tehát adott esetben ez azt jelentette, hogy az én számítógépemnek a memóriáját azt föl kellett tenni az internetre, jó, egy kicsit össze kellett szerkeszteni, tehát hogy ennek legyen egy olyan formája, hogy az érdeklődő számára is megközelíthető legyen, és aztán hát ez egy olyan, mint egy kertet csinálni, hogy csak hál' Istennek ez nem függ össze az időjárással, meg a nem tudom, az évszakokkal, de hogy amikor az embernek kedve van, akkor mindig kicsit piszkálja és próbálja tökéletesíteni a beérkező információkat elhelyezni ebben a rendszerben. Ja. És mondjuk az értelme ennek persze az, és akkor lehet, hogy innen könnyebb megérteni, hogy miért vált ez fontossá számomra. Nagyon érdekes volt, hogy Erdélyből érkeztek kollégák, és beszélgettem velük, és ez egy házas pár, most nem mondom a nevüket, egyikük művész, másikuk művészettörténész, nagyon szeretem őket, és ők azt mondták, hogy ők hallottak a Liget Galériáról, de hozzájuk nem jutott el semmi. Mármint a mi kiadványaink uh-huh. közül, tehát, hogy azok a katalógusok, amiket mi csináltunk, mert persze ezek a katalógusok ilyen 500 ezer példányban léteztek, és hát aztán meséltek tovább is, mert kiderült, hogy ők mondjuk Debrecenbe jártak, hogy meg tudják vásárolni a Balkont, vagy más művészeti, magyar nyelvű művészeti újságot, ugye ez az internet korszaka előtt, és hogy nagyon, tehát ilyen értelemben nagyon kevés információhoz jutottak hozzá, és akkor itt az internet egy óriási változást idézett elő, mert most már ugye nem csak az egy kiállítás a Liget Galéria maga, ami éppen van, hanem itt most elérhetővé vált, visszakereshető, tömpen minden, amit én tudok a galériáról. Tehát cikkek, amik megjelentek, katalógusok, amiket csináltunk, kritikák, megnyitó szövegek, tehát ami van. Tehát és így lett ebből szép lassan egy archívum. Na most a maga ez a videó, amit említettél, ez egy blogozásból ered, hogy ugye hát ez is az internet, hogy amikor már föl lehetett
tölteni megfelelő méretű fotókat, akkor elindult ez a fotóblog, és egyáltalán blogok, tehát a napló. És hát amikor az ember szereti azt, amit csinál, akkor, hogy mondjam, persze, tehát ez az én személyes érdeklődési köröm is, tehát hogyha én blogozom, akkor persze, hogy ennek a nagy része az a művészettel kapcsolatos, és nem csak a Liget Galériának a megnyitói, hanem mindazok a művészek, akik vagy szerepeltek a Liget Galériába, vagy még nem szerepeltek, de hogy mondjam, valamilyen szinten dolgozunk velük, vagy kapcsolatunk van velük. Tehát akik vagy amik az én személyes érdeklődési körömbe tartoznak, és akkor... A galériának volt ez a szerepe, illetve hát van még mindig, vagyis hogy erre vonatkozna a kérdésem, hogy ez az új művészek felfedezése, ez még mindig változatlan ez a szerep a galériában? Vagy változott ez valamit az elmúlt 30 évben, hogy egyáltalán a válogatási szempontod, vagy bármi ehhez való hozzáállásod? Hát alapvetően abból a szempontból nem változott, hogy ugye ez egy nagyon pici galéria, mi nem tudunk bemutatni, életműveket. Tehát már egy középgenerációs művésznek akkora életműve van, amihez a Liget Galéria kicsi. Jó, persze volt, amikor azért mi is feszegetjük a határainkat, tehát időnként nekiállunk, és akkor voltak ilyen próbálkozások, mint hogy például a 90-es évek közepén én például a Tandori Dezsőnek a képzőművészeti életművét megpróbáltam földolgozni úgy, hogy egy ilyen háromrészes kiállítás sorozattal, amire a Dezső nagyon találóan azt mondta, hogy kőkorszakoltuk az ő képzőművészeti életművét, mert tényleg erre volt lehetőség, de azon belül mi tényleg megpróbáltuk végigvenni, hogy ő a 70-es évektől kezdve, ugye akkor a 90-es évek közepéig ez egy ilyen 20 év, tehát hogy az alatt mit csinált a képzőművészeten belül. De normálisan mi általában fiatal pályakezdő művészekkel foglalkozunk, az első, vagy a második, vagy a harmadik, tehát az első kiállításaikat csináljuk meg, de mint hogy már elég régen működünk, persze vannak olyan barátaink, akik ma már nem fiatalok, tehát akik ma már a középgenerációhoz tartoznak, vagy még idősebbek, és hál' Istennek ők is időnként szívesen visszajönnek, és dolgoznak velünk. Ja. Egyébként a művészet szerepéről mit gondolsz, hogy egy ilyen nagyon kis szerény kérdést tegyek fel, hogy mennyiben változott az elmúlt 30 évben? Arra gondolok, hogy én úgy érzem, hogy manapság hogy a művészek nem annyira politikusok, most ennek inkább a társadalmi szerepvállalás, vagy a társadalmi kérdésekre reflektálás szempontjából gondolok a politikára, tehát nyilván nem napi pártpolitikára gondolok, vagy kevesebb ilyet látok, vagy ezt csak az én érzésem, és ez egyáltalán nincs így, tehát változatlanul van a művészetnek egy ilyen vonala? Én nem tudom, tehát hogy induljunk ki onnan, hogy a művészet az folyamatos változásban van. Tehát, hogy vannak korszakok, amikor a zene fontos, vannak korszakok, amikor az irodalom fontos, és van, amikor a képzőművészet, vagy a színház, tehát, és ezeken belül is mindenféle műfajok, irányzatok, tehát, hogy melyik, mikor, vagy hogy éppen mi kerül a figyelem központjában, ez egy teljesen természetes dolog. Hogyha ezt kérdezed, hogy a társadalmilag érzékeny művészek, tehát ez is egy ilyen búvópatak szerűen működik, hogy van, amikor nagyon előtérbe kerül, és van, amikor háttérbe kerül. Most mondjuk, hogyha itt az utolsó éveket vagy évtizedeket nézzük, akkor én úgy látom, hogy volt a politikus
klasszikusabb művészetnek egy nagy felfutása akkor, amikor megjelentek a globalizáció kritikus mozgalmak, tehát ugye ez 1999, és akkor ezzel párhuzamosan a street art, public art és egyáltalán a művészetnek egy ilyen aktivista jellege, tehát ez nagyon felerősödött, és aztán ez a mozgalom ez elmúlt, és akkor a művészetben viszont bejött az internet, megjelentek a blogok, amik másképp politizálnak, tehát még csak azt sem mondanám, hogy itt nincsenek társadalmilag érzékeny dolgok, de egy egész más, hogy mondjam, másféleképpen működnek. És ez attól is különbözött, ami előtte volt. Tehát, hogy például a 1993-ban volt a Polifónia manifestáció címen egy olyan rendezvény, ami ugye a műveket, az éppen akkor született műveket kivitte a professzionális kiállító termekből, és megpróbálta elhelyezni őket utcán, közintézményekben, hogy olyan nézőknek mutassa meg ezeket a műveket, akik normálisan nem járnak kiállító termekbe. És nem tudom, tehát mondjuk a Blaha Lujza téren, vagy az Erzsébet hídon, vagy ilyen helyeken jelentek meg művek, és akkor ennek kapcsán volt egy szimpózion, ahol erről folyt a vita, hogy a rendszerváltás után mennyire van nálunk, vagy mennyire politikus nálunk a művészet, mennyire érzékeny a társadalmi problémákra, és akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát nem eléggé. És így utólag visszagondolva én azt gondolom, hogy hát nem biztos, hogy tehát lehet, hogy korai volt akkor föltenni ezt a kérdést, mert hogy 93-ban még elég keveset láttunk abból, hogy a rendszerváltásból, tehát hogy ez milyen irányba megy, és így tovább. Tehát, hogy persze, hogy talán nem voltak annyira kritikus művek, mint amilyenek mondjuk már 97-től, 98-tól kezdve jöttek létre. Kicsit térjünk, kicsit csapongok, de most az jutott eszembe, hogy az új Zsuzsi kapcsán még arról nem beszéltünk, hogy a Tét Modernbe, ebbe a kiállításba hogyan került ő, tehát olyan szempontból, hogy miért választották az ő művét, vagy az egyáltalán kiderült, hogy hogyan találtak rá? Igen. Jó, akkor kicsit az új Zsuzsiról. Zsuzsinak mi rendeztük az első kiállításait a Liget galériába, ugye ő fotókat készített, ahol ő többnyire meztelen, kifestette a testét, és hogy mondjam, lefényképezte magát különböző szituációkba. Ezek kitalált szituációk, tehát nem valóságos szituációk voltak, és akkor mi bemutattuk ezeket a fotóit, vagy fotósorozatait, és elvittük külföldre is, tehát amikor mi nekünk lehetőségünk volt külföldre kiállítást közvetíteni, vagy elvinni kiállítást rendezni, akkor a Zsuzsi többnyire ezekben benne volt. Ennek az lett az eredménye, hogy akkor, amikor és nagyon fontos ebben, hogy a Zsuzsi abba hagyta ezt a tevékenységet, 1991-ben rendeztük az utolsó kiállítását, és utána ő eladta a fényképezőgépét, hogy az árából vásároljon egy mikrofont, mert ugye akkor indult a Csókolom együttes, ami a Zsuzsi számára fontosabbá vált. Hozzátéve, hogy a Zsuzsi már korábban is ugye írt szövegeket, ezekből lettek a dalai, és ezeket már korábban is játszotta, csak akkor még nem volt saját zenekara, hanem ezek ilyen alkalmi fellépések voltak, de tulajdonképpen a Csókolomnak, a slágereinek már egy elég jó része meg volt akkor, amikor a Csókolom elindult. És akkor a 90-es években, amikor a különböző intézményekben voltak nőművészeti kiállítások, tehát hogy miten végignézték, hogy mi történt Magyarországon, vagy a magyar képzőművészetben ezen a területen, amit nőművészetnek nevezünk, akkor sokan, vagy írtak erről a témáról, többen is, tehát a Sturc János, a András Edit,
és talán mások is, akkor a Zsuzsi vagy előkerült ezekbe, vagy nem. Azért többnyire előkerült. De, hogy mondja, ez többnyire egy szakmai diskurzus volt. És akkor ennek következtében a Zsuzsi bekerült egy bécsi kiállításnak az anyagába, ami a közép-európai nőművészetről szólt, és ott én nem tudom, 8-10 magyar művész szerepelt, és ennek tehát a magyar kiállítás részt ezt az András Edit állította össze. És akkor ebből egy nagy kiállítás lett, gyönyörű katalógus, és tömpen ez volt az a katalógus, ahol amiben meglátta a Tét Modernnek a kurátor csapata az Új Zsuzsinak a munkáit. Na most azért még az is hozzátartozik, és ez nagyon fontos része a történetnek, hogy közben az Új Zsuzsi munkáival elkezdett foglalkozni egy kereskedelmi galéria, ez a Missionárd galéria, és ennek a galériának elévülhetetlen része van abban, hogy most az Új Zsuzsit mi is elkezdtük újra felfedezni, mert kiállítást csináltak neki, elkezdték digitálisan újraalkotni a Zsuzsinak a műveit, mert azért az a fotótechnika, meg ami ezekből a művekből maradt a 80-as években, tehát tehát ezzel dolgozni kell. Katalógust jelentettek, megjelentették azokat a szövegeit, amit mi a 80-as években egy ilyen szamizdat formában jelentettünk meg. És na most a Tét Modern, a másik része a kérdésnek, hogy a Tét Modern kiállításának az volt a címe, hogy Bigger Splash, tehát hogy nagyobb csobbanás, és festészet a performance után. Ez megint egy ilyen nagy, áttekintő kiállítás, amiben óriási sztárok, nagy nevek szerepelnek, tehát eleve a Jackson Pollock és a David Hackney-nak a két műve, ugye a Hackney-nak a műve a Bigger Splash, tehát ez a címadó kép a kiállításon, és akkor innentől kezdve ők elkezdenek foglalkozni ezzel a bizonyos határterülettel, ami ugye az 50-es évektől kezdve, vagy hát Jackson Pollock 40-es évektől kezdve, hogy mi történt a festészet és a performance határterületein. Tehát, hogy itt egyrészt a Jackson Pollocknak ugye akciófestményei voltak, tehát, hogy ő akciószerűen festett, és nem csak ő, hanem nagyon sokan az 50-es, 60-as években, ami kicsit olyan, mint a hát nem is tudom, tehát mint a kalligráfia, amikor a kézírás tehát abból, hogy hogyan nyomod rá a tollat, vagy milyen indulattal írsz, ez visszaolvasható, tehát mint nyom. Tehát ez a fajta festészet, ebből pontosan, tehát hogy nem úgy olvasható, mint egy figurális ábrázolás, ahol ugye, mit tudom én, milyen történetek vannak, tehát ez nem egy narratív festészet, hanem hogy azok a gesztusok, amivel a festéket fölviszi a művész a vászonra, azokat tudod visszaolvasni, hogy ott valójában mi történt, tehát hogy milyen indulatok fejeződnek ki, vagy éppen hogy meditatív az a megközelítés, aminek a nyomát látod a képen. És akkor így jutott el ez a kiállítás, tehát ennek van egy történeti része, ebbe szerepel a Zsuzsi is egyébként, ami a testfestés irányába megy el, és ugye a Zsuzsinak is olyan képei vannak, hogy most ez is nagyon érdekes, tehát az, hogy a Zsuzsi, ugye ezt mondtam az előbb, hogy mesztelenül fényképezte magát. Na most óriási különbség van a között, hogy egy mesztelen nőt egy férfi fényképez le, ugye akkor ez a dolog valószínűleg a szexualitásról fog szólni, meg persze hát az is kérdés, hogy milyen idős ez a nő, és megint más, hogyha egy nő a saját testét fényképezi. Na most a Zsuzsi ráadásul ki is festette a saját testét, tehát mesztelen ugyan, de hogy mondjam, hófehérre be van festve, és ezen van, ugye ezek fekete-fehér fotók, vannak feketével, tehát a bordái, akkor a szemek körül van egy ilyen sötét folt, tehát mint hogyha koponya lenne, vagy csontváz. De ez olyan, hogy mondjam, tehát olyan, ugye a határán van.
És akkor, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy a létezés, a halál, a saját testhez való viszony, akkor ezek a nőszerepek, tehát, hogy mi a nő szerepe, ugye a mi társadalmunkban milyen elvárások irányulnak egy nőre, tehát ezek a képek körülbelül így erről szólnak, és hát most rádióban vagyunk, tehát nem tudjuk ezeket megmutatni, de az interneten rá lehet keresni. Igen, nehéz ez a műfaj, így rádión keresztül. Még a galériáról mindenképpen szeretnék veled beszélni. 2010-ben a transit.hu-tól megkaptad a katalizátor díjat a motor kategóriában. Ez azt hiszem, mert mindenki számára érthető, nem kell elmagyaráznom, hogy vajon miért ebben a kategóriában, kiderült szerintem abból, amit eddig elmondtál. Te akkor azt nyilatkoztad, hogy nyomasztó, hogy ezt megkaptad. Ez volt az első pár mondatodból az egyik szó, amit mondtál. Felelősség egy ilyen díjat megkapni? Azért? Hát óriási megtiszteltetés ez természetesen, mert ez azt jelenti, hogy a kollégák, az én kollégáim elismerik azt a munkát, amit, és itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy amit nem én csinálok, hanem amit együtt csinálunk, mert ugye volt egy olyan kérdéssel is, csak ezt nem voltuk el, ezt a szálat, hogy hogyan válogatok, ugye? Uh-huh. Hogyha jól emlékszem. Tehát erre nagyon fontos azt mondanom, hogy tömpen nem én válogatok. Tehát egyrészt van az, hogy mi az, ami születik egy-egy korszakban, tehát ezekben a hónapokban, ezekben a hetekben, ezekben az években milyen művek születnek, akkor az, hogy ezek közül ebben a galériában mi az, amit be tudunk mutatni. És akkor plusz még az, hogy a közönségünk, ami nagy rész szakmai, tehát hogy nyilván, tehát az én nem látom át az egész kortárs művészetet, és szerintem ember nincs, aki ezt átlátja, mert ez egy óriási nagy terület, de hál' Istennek vannak kollégák, akik nekem súgnak. És akkor nekem tulajdonképpen abból, amit észreveszek meg, amit súgnak nekem, már csak meg kell próbálnom kiválasztani azt, ami abban a pillanatban a legérettebbnek, vagy a legérdekesebbnek tűnik, és akkor vannak olyan fiatal művészek, akiknél én most mondjuk azt gondolom, hogy ez nagyon klassz, vagy jól alakul, de még nem olyan érett. Tehát, hogy még dolgozzunk rajta, és akkor én próbálok nekik segíteni, hogy a művészeti kommunikációjuk jobb legyen. Tehát körülbelül így, az nagyon ritka, de az is előfordul persze, amikor, hogy mondjam, én veszek észre valakit, és én nyomom. De mondjuk az, tehát ha nézem, hogy egy évben van 8-12 kiállítás, akkor hogy mondjam, az én rögeszmém az ebből elég kevés, tehát évente egy, vagy, uh-huh. vagy van olyan év, amikor nincs is, de van olyan, amikor kettő van, de ja. És ettől az állandó változástól nincs is állandó művészköre a galériának. Vannak visszatérők, de hogy folyton van egy ilyen változás. Hát nemzedékek váltják egymást, tehát hogy azok a művészek, akikkel mi együtt dolgoztunk a 80-as években, hál' Istennek nagyon sokan közülük ma is személyes jó barátaim, és segítenek ők is, tehát ők is súgnak nekem, vagy néha együtt dolgozunk. Ők is, ezt mondtam az előbb, hogy időnként visszajönnek hozzánk kiállítani, mert ez egy kísérletező hely, és kísérletekre mindig szükség van, tehát ez nagyon jó, hogy van egy ilyen műhely, ahol ezt ők is megtehetik. De hát általában azért mi a fiatalokkal dolgozunk, és hát, hogy mondjam, mindig vannak nemzedékváltások, mindig jönnek újabb és újabb művészek, és akik korábban voltak, azok pedig tovább léptek, tehát ők már nálunk nagyobb helyeken, nagyobb feladatokkal próbálkoznak, amire mi nem is tudnánk lehetőséget adni, mert se a technikai felszereltségünk, se a méretünk nem felel meg. Kicsit azért beszéljünk arról, mert ugye nyáron volt egy olyan helyzet a Liget Galériával kapcsolatban, hogy esetleg be fog zárni, de aztán nem, szerencsénkre. Most örülhetünk? Mindenképpen örülhetünk, de hogy mondjam, tehát egy válságkorszakot élünk, tehát azért, hogy mondjam, nem nyugodhatunk meg, tehát
tehát az, hogy most tovább csináljunk, ez azért nem jelenti azt, hogy ugyanolyan nyugodtan és boldogan élhetünk, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor ez egy evidencia volt, de ugyanakkor ehhez az egészhez azt is hozzá kell tennem, hogy itt tulajdonképpen valószínűleg a konfliktus alapja az volt, hogy ugye bennünket egy művelődési ház, az Zuglói Művelődési Ház, Cserepesház hozott létre, és tart fenn. És viszont a Cserepesház az az önkormányzattól ugye kapja a pénzt, és az önkormányzat, mint meg annyi önkormányzat Magyarországon eladósodott, nehézségekkel küzd, és ilyen értelemben nekik meg kell nézniük, hogy mire fordítják az adófizetők pénzét. És akkor ők ugye azt látják, hogy a Cserepesházból kapnak évről évre ilyen, hogy mondjam, beszámolókat, hogy mind dolgozott a Cserepesház, és akkor ezen belül a Liget galériáról is kapnak egy rövid információt, amiből szerintem, tehát azt feltételezem, hogy talán nem derül ki egészen az, vagy félreérthető volt, hogy milyenek a galériának az értéke, vagy az értelme, és azok a megbeszélések, amiket az alpolgármester úrral folytattunk, azok, én azt remélem, hogy segítettek megérteni számára és a kerületi képviselők számára, hogy ez nem egy fölösleges pénzkidobás, hanem mi egy intézményrendszer részeként végezzük a munkánkat, és hát én azt remélem, hogy elég jól. Egyébként ez a fajta, tehát válság és bizonytalanság, ami most a művészet és a kultúra számos ágát sújtja, magára a művészekre vagy a művészetre kihat szerinted? Hogyne, persze. Változik, hogy ki mit mer mondjuk kiállítani, vagy mit csinál meg egyáltalán, vagy mit már megcsinálni, vagy nem ilyen szempontból? Biztos, hogy az is befolyásolja, tehát hogyha tehát minden, a művészet ez egy nagyon szenzitív terület, tehát ezt minden külső hatás magától értetődően befolyásolja. Úgyhogy igen, ja, erre ezt tudom mondani. És a Liget Galéria mondjuk, hát beszéltünk róla, hiszen felfedezett sok mindenkit, de mondjuk az cél lehet, vagy lehetősége egy galériának, hogy visszahasson a művészetre? Most... Hogyne. Hogyne, tehát tehát amikor egy művész eljön kiállítani a Liget galériába, akkor egyrészt az van, hogy ő szabad. És én nagyon... És az, hogy ez nem egy művészettörténész vagy egy kurátor végzettségű galerista vezeti ezt a galériát, hanem, mint mondtad, én képzőművész vagyok. Tehát, hogy ennél az oknál fogva van ennek egy műhely jellege. Tehát, hogy én segíteni, támogatni próbálom a nálam vagy nálunk kiállító művészeket, és én, hogy mondjam, amikor vitatkozom velük, akkor természetesen az én vitáim, vagy kérdéseim, tehát ezek a műhelybeszélgetések, ezek arról szólnak, hogy ők jól kommunikáljanak. Tehát, hogy amit el szeretnének mondani, azt minél, hogy mondjam, jobban, tisztában tudják artikulálni mondjuk egy kiállítás keretei között, de ez természetesen, tehát ez nem cenzúra, vagy nem ilyesmi, hanem tehát egy ilyen segítség. Ja. Végszóként, mert sajnos vége a beszélgetésünknek, és a te saját művészetedről nem is beszéltünk, úgyhogy azt hiszem kénytelen leszel egyszer visszajönni még hozzám, hogyha van hozzá kedved. Jó, hát nagyon szívesen, persze. De hogy most Eszterházy Marcellnak van egy kiállítása, ami ezen a héten fog zárni, és utána ki lesz kiállítva?
6-án zár, december 6-án Eszterházy Marcell kiállítása, és akkor utána lesz egy téli szünet, mert a fűtéssel takarékoskodnunk kell, ami azt jelenti, hogy áthelyeződik a hangsúly, tehát nem csinálunk 4 hetes kiállítást a téli időszakban, hanem december folyamán a videókat fogunk bemutatni, amiket már szeptemberben elkezdtünk készíteni. Tehát ezek ilyen életút interjúk, hál' Istennek a Heinz Cibulkával, osztrák művész, aki idén lett 70 éves, vele tudtunk egy hosszú interjút csinálni, még az ősszel, tehát ez kerül bemutatásra, aztán Lia nénivel tervezünk egy videóinterjú sorozatot, aki ugye 20 éve dolgozik velünk, a Lia néni, és előtte pedig a Dürer teremnek ő volt a vezetője 60-as években. És aztán januártól kezdve lesznek egyestés kiállítások, és a 4 hetes kiállítások pedig indulnak február végétől. És hát így amit a jövő évről el tudok mondani, egyrészt jövőre lesz a Liget Galéria 30 éves, tehát erről lesz egy, tehát nem magunkat akarjuk ünnepelni, hanem együtt dolgozunk a Magyar Képzőművészeti Egyetem kurátorszakos hallgatóival, és azt szeretnénk, tehát ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ők hogy látják ezt a 30 éves történetet. Tehát akik ma fiatalok, és ezzel fognak foglalkozni, ezzel a szakterülettel, ők mit tartanak érdekesnek ebből a 30 évből. És aztán rendkívül jövő évben nagyon sok nőművészt fogunk bemutatni. Tehát tulajdonképpen ezt a 30-as kiállítást leszámítva, és Ellen Siegel kiállítását leszámítva, mondhatnám azt, hogy az összes többi kiállítás az nők lesznek. Ez véletlen, tehát nem semmiféle tendencia nincs benne, ez most így jött össze, de szerintem nagyon izgalmas lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Várnagy Tibor volt a vendégem, és a Liget Galériáról beszélgettünk, amit a ligetgaleria.c3.hu honlapon lehet megtalálni. Ez volt a Schwenk, a Rádió Q 99.5 filmes, fotós, vizuális kultúrával foglalkozó műsora. Köszönöm szépen Csalóczki Zsolt kollégámnak a segítségét. Böjt Ágit hallottátok. Ne felejtsetek el körülnézni.